Ilyen személyre szóló köszönőkártyát kap, aki július 1-e és szeptember 1-e között vért ad. A rajta lévő kódot aktiválni kell az interneten, a szerencsések sorsoláson értékes nyereményekhez juthatnak. Na szóval a két fő részre van üdülés, korkostoló. Sokan hallottak már a kezdeményezésről, sorra jöttek a véradók pénteken a vérellátóba. Sörrel és zsíros kenyérrel vendégelték meg őket a retró jegyében. A véradás az egy segítséget jelent mások számára nyilván. Én éves szinten kb. 2-3-szor adok. Én 14-15-ször láttam itt valójában szerintem. Segíteni kell, nem? Nyáron a rendszeres véradók is szabadságra mennek, elutaznak, emiatt csökken az önkéntesek száma. Pedig ilyenkor még több vérkészítményre lehet szükség, mint az év más időszakaiban, hiszen gyakoribbak a közúti balesetek. Országos szinten 1600-1800 véradó jelentkezésére volna szükség, nem csak nyáron, hanem úgy ámblok egész éppen. A szombathelyi vérellátornál pedig a napi 40 az lenne egy ideális, akkor sose kellene aggódnunk, hogy mi lesz holnap. Neked egy óra, három embernek az élet. Ez a mottója a nyári kampánynak, amellyel szeretnék felhívni a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára, és arra, hogy ilyenkor is szükség van megfelelő mennyiségű vérre. Minden 18 és 65 év közötti egészséges, legalább 50 kg súlyú ember adhat vért. Tavaly közel 390 ezeren nyújtották karjukat segítő szándékkal, sokan első alkalommal. Szombathelyen jelenleg nincs vérhiány, de a B pozitív kivételével minden vércsoportból tudnának fogadni. Szükség esetén név szerint hívják be a véradókat.